A vendégek már korábban biztosították a helyüket a felsőházban, a Nyírbátornak pedig mindenképpen nyernie kellett ahhoz, hogy biztosan a legjobb négy között végezzen. A mérkőzés első felében ragaszkodtak egymáshoz a csapatok, az első félidő végére viszont 3 gólos előnyt épített fel a házigazda. A második félidő közepére utolérte ellenfelét a Hajdúnánás, aztán megint elépett Tréki Tamás együttese. Az utolsó percek izgalmasan alakultak, végül 3 góllal nyert a Nyírbátor az alapszakasz utolsó meccsén. Nagyon készültek a fiúk, úgy gondolom, amit megbeszéltünk a mérkőzés előtt, amit gyakoroltunk a héten, az szinte maximálisan betartották. Ugye a Kovács Peti gyakorlatilag azt hiszem 1 gólt lőtt, talán aki ebbe az osztályba egy 10 gólos átlaggal rendelkezik. Jó kapus teljesítményünk volt hátul, nagyon feszesek voltunk, sokat ütköztünk, sáncoltunk. Helyzetkihasználásunkban ugyan akadt hiba, de a szíve vitte a csapatot előre, és úgy gondolom, hogy megérdemelten győztünk. Mi nem szerettük volna ennyire lelassítani, megmondom őszintén. Kapkodtunk a második fél, de azért lett volna több lehetőségünk a lerohanásra. Ugye úgy is kezdtük a mérkőzést, hogy gólra gól. Megálltunk, ugye sajnos nem is vagyunk sokan, most voltak különböző elfoglaltságok, munkahelyi elfoglaltságok, betegségek, de nem volt ez tudatos. A Nánás egyébként, én úgy gondolom, ezt a ritmust szokta játszani, ők inkább fizikálisabbak, erősebb játékosokkal rendelkeznek, most mi jöttünk ki jobban. Tamás Levente 3 góllal járult hozzá a nyírbátori csapat győzelméhez. Nem akartuk a másik két csapat kezébe adni a sorsunkat, ezért egész héten úgy készültünk, hogy mindent megteszünk, harcolni fogunk egymásért, és így úgy gondolom, hogy egy minimális izgulás mindig van, de csapat szinten bíztattuk egymást, és sose engedtük, hogy mélyre süllyedjünk, és így együtt meg tudtuk csinálni, de emellett gratulálni szeretnék a Hajdúnánás csapatának, mert amit szerintem ez alatt az alapszakasz alatt nyújtottak, a rossz kezdés után azt, hogy bejutottuk is a felsőházba, ez gratulációt érdemel. A nyírbátoriak edzője a felsőházba jutás mellett annak is örült, hogy a folytatásban erős ellenfelekkel szemben lépnek majd pályára. Teljes dolognak éreztem ezt, hogy felsőházba kerüljünk. Én úgy gondolom, hogy sokkal magasabb színvonalú mérkőzéseket láthatnak a kilátogató nézők. A csapat szempontjából is úgy gondolom, hogy fontos ez, főleg a fiataloknak, hogy jó képzett játékosok ellen játszhatunk. Lehet, hogy nem lesz annyi sikerünk esetleg, mint az alsóházba, de viszont lehet felszabadultan kézilabdázni. Nem nyom úgymond agyon bennünket a teher, úgyhogy én nagyon jó mérkőzéseket várok, és bízom a fiúkban, hogy minél több pontot meg tudunk szerezni. A C csoportból a DVTK, a Salgótarján, a Vác és a Gödöllő került a felsőházba, így a Nyírbátor velük játszik oda-vissza mérkőzést. A rájátszásban először március 23-án hazai pályán a Vác ellen játszik Tréki Tamás együttese.